A belgrádi nagykövetségen a regisztrált 25 szavazó közül 23-an adták le voksukat. Voltak a nap folyamán levélszavazók is, illetve olyanok is, akik eljöttek és jelentkeztek, hogy nem kapták meg a levélcsomagukat, de ők már a mai nap folyamán nem tudtak szavazni. A külképviseleti választási iroda tagjai azt mondták, nem nyilatkozhatnak a sajtónak. Annyit azonban közöltek, azok, akik nem kaptak levélcsomagot, valószínűleg rosszul töltötték ki a regisztrációs kérelmüket. Pavic Szohucki Eszter több mint két évtizede Belgrádban él, de magyar állampolgárként kötelességének érezte, hogy szavazzon a kvóta referendumon. Levélszavazatát ma adta le a belgrádi nagykövetségen. Úgy éreztem, hogy mint állampolgárnak kötelességem eleget tenni ennek a felhívásnak, és úgy érzem, hogy ezt jól tettem, és természetesen meghallgattam a VMS-nek a felhívását is. Úgy érzem, hogy az állampolgároknak szavazniuk kell. Attól függetlenül, hogy itt él Belgrádban. Igen, természetesen ez nagyon nagy öröm számomra, hogy itt a követségen is lehet szavazni, tehát nem csak levélben lehetett elküldeni. Ez különösen örömömre szolgált. A belgrádi nagykövetségen a szavazás zavartalanul folyt, tudtuk meg a külképviseleti választási iroda vezetőjétől. A külképviseleteken nem számolják össze a szavazatokat, hanem az urnákat Magyarországra szállítják a Nemzeti Választási Irodához, és itt számlálják majd meg a voksokat.